Anyanyelvünk használata nem csak azt jelenti, hogy az élet minden pillanatában beszéljük azt, hanem a viselkedésnek, a másokkal történő bánásmódnak is kifejezője. Azaz meghatározza kultúránkat, értékrendünket is. Többek között ez is elhangzott azon az előadáson, amelyet Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke tartott, játékos és interaktív formában az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Táborban résztvevő diákoknak. Beszédkultúra, magatartáskultúra, érintkezéskultúra. Ezzel a három összetett szóval le lehetne írni a szándékunkat. Érdekes, hogy amikor 1992-ben ennek a tábornak a gondolata fölvetődött, akkor nagyon-nagyon lelkes voltam az Anyanyelvápolók Szövetségének titkáraként, majd 92-től az ifjúsági tagozat vezetőjeként. A mi gyerekeink nem fogják elkövetni azokat a nyelvhelyességi hibákat, amiket egyébként a világ körülöttünk sajnos ejt. És ahogy múlt az idő, egyre inkább azt tapasztaltam, hogy muszáj eltolnunk a viselkedéskultúra és a magatartáskultúra felé a beszédkultúra helyett, mert nem az a legégetőbb dolog sajnos ma, hogy az emberek mondjuk írnákot mondanak-e, írnék helyett, nyelvhelyességi hibákra vadásszunk-e, és ezekről beszélgessünk nekik, vagy pedig, ami egyre fontosabb, hogy az életre próbáljuk meg egy kicsit fölsegíteni őket. A Magyar Nyelv Múzeuma örömmel fogadta a fiatalokat és a szervezőket, hiszen mindhármójuk célja ugyanaz. Bebizonyítja ez a hely, hogy van létjogosultsága, a jövő múzeum látogatói is itt vannak már a jelenben, és hogy alkalmas a hely arra, hogy fiatalok nyüzsögjenek és részt vegyenek szakmai programokon. Ez most már sokadik évben van így, hogy az Országos Ifjúsági Anyanyelvi Tábort itt rendezik meg, és vagy 10 napig, ha koronavírus van, akkor sajnos 5 napig, most pedig 8 napig vannak itt a fiatalok, olykor éjszakában nyúlóan előadásokat kapnak, kulturális programokon, koncerteken vesznek részt, és hát építik szellemileg ők is ezt a múzeumot. Nagyon fontos, hogy mi adunk nekik helyet a jó programokhoz, ők pedig hát hitelesítik a múzeumnak a munkáját, és a Kárpát-medence minden tájáról érkeznek közel 50-en ezek a fiatalok. A szövetség által szervezett táborok országszerte idén több alkalommal adtak lehetőséget a fiataloknak arra, hogy anyanyelvüket még mélyebben megismerjék.